Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kaleidoszkópot látják. Mai adásunkban elsőként az immár 17. alkalommal megrendezett Országos Árszakra Fesztivál Rákosmenti programjáról készített összefoglalónkat láthatják. Majd a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériájára látogatunk, ahol Fényjátékok címmel nyílt meg Törteli Helga képzőművész rajzpedagógus kiállítása. Végül pedig a havonta jelentkező Jazzpresso koncertsorozat új évadának nyitóestjéről tudhatnak meg többet, amely alkalommal a Bágyi Balázs New Quartet szórakoztatta a 17. kerületi jazzkedvelő közönséget. Tartsanak velünk! ...2023-ban 17. alkalommal rendezték meg az Árszakra Fesztivált, melynek idei mottója a Keresd a békét bibliai idézet. A 9 napon át tartó országos programsorozathoz Rákosmente is csatlakozott, és ezúttal Rákosligeten a magyarok nagyasszony a római katolikus templomba várták az érdeklődőket. A koncert keretében Pergolesi Stabat Matere csendült fel az Albert Schweitzer kórus és zenekar előadásában, szólóénekesként pedig Bokor Jutta operaénekes, a Rákoshegyi Bartók Zeneház kuratóriumi elnöke, valamint Duca Nóra énekművész működött közre. A megjelenteket Rákosmente önkormányzatának nevében dr. Bakos András alpolgármester köszöntötte. Rákosmente ebben az évben is csatlakozott az Országos Árszakra Fesztiválhoz, melynek mottója az idei évben a Keresd a békét bibliai idézet lett. Az esemény sorozat keretében ezúttal Rákosligeten a magyarok nagyasszonya római katolikus templomba várták az érdeklődőket. A megjelenteket dr. Bakos András alpolgármester köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, az Árszakra Fesztivál egyik legfontosabb feladata, hogy egyfajta hidat teremtsen az emberek számára a hit és a kultúra értékei által. Fontos, hogy az emberek érezzék azt, hogy a hit és az imádság mellett van más formája és az Úr felé fordulásnak, a művészetek, a zene, a képzőművészet mind-mind egyfajta hidat jelent a természetes és a természet fölötti világ közé, ahogy Leonard Bernstein fogalmazott, a zene megérthetni tudja a megérthetetlent, és ez képezi azt a hidat, amivel akár a művészek, akár a hétköznapi emberek ezt a művészet élvezve, ezeket a műveket hallva közelebb kerülhetnek mi atyánkhoz. Nagyon időszerű a mottója az idei Árszakra Fesztiválnak, ez a Keresd a békét. Itt, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük, akkor a politikai szempontból ugye a szomszédunkban dúló háború, az ukrajnai háború is belejátszhat ebbe a mottóválasztásba, de hát a felgyorsult napjaink és az a világ, ami most folyik, ahol nem mindig tudunk annyi energiát fektetni embertársainkba, vagy akár a magunk megfigyelésére, a csendességbe, az elmélyülésre. Ez mind-mind adhat egy jó okot arra, hogy ezt a mottót választjuk, tehát a belső elcsendesülést is, és akár a környékünkön dúló háborúnak a végét is jelentheti ez a mottó, úgyhogy nagyon időszerű valóban.
Az immár 17. alkalommal életre hívott fesztivál célja, hogy a művészeteken keresztül segítsen visszatalálni Európának a gyökereihez, a keresztény értékekhez. Ebben az esztendőben a templom falai között Pergolesi Stabat Matere csendült fel az óbudai Albert Schweitzer kórus és zenekar előadásában, szóló énekesként pedig Duca Nóra énekművész, valamint az esemény szervezője Bokor Jutta operaénekes, a Rákoshegyi Bartók Zeneház kuratóriumi elnöke működött közre. Minden évben jelentkezünk az Árszakra Fesztiválra, így tettük ezt idén is. Ebben az évben, tehát a 2023-ban Rákosmente Önkormányzata civil szervezete támogatott bennünket ebben a projektben, és Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materét fogjuk előadni. A kórus és a zenekar, az Albert Schweitzer kórus az Óbudai Péter Pál templomból jönnek, akikkel én személyesen még zeneakadémista korom óta együtt muzsikálok, úgyhogy több évtizede, majdnem 40 esztendeje a mi munkásságunk. Azóta Kenesei László a karmesterük, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok oratóriumot, biztos, hogy 30-nál több, 40-nél több oratóriumot énekelhettem velük, úgyhogy adott a kapcsolat, hogy ők eljönnek, boldogan eljönnek, Rákoshegyen is volt. Itt is voltak már többször, úgyhogy hát természetesen idén is őrájuk gondoltam. Pergolesi 1735-ben írta a művet, és mint az Bokor Jutta kifejtette, a Stabat Mater az egyik legismertebb középkori ének, amelyet közel 100 szerző zenésített már meg. Tartalmilag Szűz Máriának a keresztfa mellett eltért fájdalmát mutatja be. Ez egy nagyon érdekes mű, Giovanni Battista Pergolesi 26 esztendős volt, és a halála utolsó hónapjában írta meg a művet. Akkor fejezte be, és valójában ez ugye a Stabat Mater Dolorosa állt az anya fájdalmában című kantáta, amely különböző tételekből áll, ugye Jézus szenvedését mutatja, az anya áll a keresztövében, és siratja fiát. Érdekes a zenei szövevény, a zenei anyag, ezt énekelheti két szólista, tehát egy szoprán, egy altszólista, énekelheti szoprán vagy kontratenor, tehát nagyon nagy a variációs lehetőség, és énekelheti kórus is, tehát mi most egy ilyen misungot választottunk, hogy kórus és két szólista fog a zenekarral együtt muzsikálni. Nagyon szépek a tételek, tehát én énekeltem már az összeset is, tehát sokféleképpen lehet nagyon jól megcsinálni ezt a művet. Úgy fogjuk elénekelni, ahogy a szerző ezt annak idején megírta, 1736-ban fejezte be a darabot, úgyhogy mi nagyon szeretnénk arra hasonlítani, ahogy ő ezt elképzelte. Ő egyházi zenész volt, nagyon sok hegedűművet, kantátát írt, orgonára és komponált zeneműveket, és hát színpadi jellegű, tehát a La Servat Patrone, az Úrhatnám Szolgáló című egyfelvonásos kis operácskája, ez pedig nagyon gyakran úgy hangzott el, hogy egy hosszú estén keresztül minden sarokban egy-egy operát adtak elő. Na hát ilyen volt ez az úgynevezett intermezzo, tehát egy rövid rélegzetű kis operácska, és hát ez a Stabat Mater is 45 perc, tehát azt gondolom, hogy ezt lehetett énekelni abban az időben, akár a mise keretén belül is. Tehát, hogy az egyes tételek ugye a misén keresztül, tehát ment ugye a maga az egyházi szertartás, és a szertartásnak megfelelő tételek hangzottak ez zeneileg. Lehet egyben is énekelni, tehát nagyon sokféleképpen lehet ez nagyon konkrét és nagyon szép. Bokor Jutta továbbá elárulta, mit gondol az Árszakra Fesztivál idei mottójáról. Én azt gondolom pontosan azt, amiről a Stabat Mater szól. Ugye Jézus
miértünk, az emberiségért meghalt. Föláldozta életét, az anya siratja, de ez a siratás tulajdonképpen egy olyan siratás, amiben ő pontosan hisz, ő tudja, hogy ő siratja az ő fiát, aki feltámad. Tehát én azt gondolom, hogy az egész műnek egy nagyon pozitív hangzása van, tehát mi mindig bízunk abban, hogy ez a Keresd a békét című gondolat, mi folyamatosan keresünk, és hogyha partnerekre találunk országon belül, városokon belül, akkor én azt hiszem, hogy ez meg fog előbb-utóbb megvalósul. Kórus, illetve zenekar visszatérő vendégei a rákosmenti rendezvényeknek többször léptek már fel a 17. kerületben, de különböző helyszíneken Pergolesi Stabat Materét is több alkalommal adták már elő. Ez már hosszú évek óta a művészeti hét, a szakrális művészeti hét keretében eljövünk ide is, és egy koncerttel juttával közösen szolgáljuk az érdeklődőknek az igényeit. Tavaly is voltunk itt, és azelőtt is nem mindig ebben a tempomban, de 17. kerületben igen. Hál' Isten, a zeneirodalom bővelkedik egyházi művekkel, és most a pénteki nap a katolikus egyház a fájdalmas üzenet ünnepelte, és ennek az apropóján Stabat Matert fogunk előadni. Februárban ezt a Nemzeti Galériában ugyanezzel a csapattal előadtuk, tehát ez tulajdonképpen csak egy felfrissítése volt a műnek. Eredetileg a szerző két szólistára írt, egy szoprán és egy altszólistára, ezt kiegészítjük, hogy négy tételben a kórus is részt vesz. Kenesei Lászlót több mint 4 évtizede az óbudai zenei élet megkerülhetetlen alakjaként tartják számon. 1977 óta áll az Albert Schweitzer kórus élén, amely 1984-ben vette fel az elismert német teológus, filozófus, orgona művész orvos nevét. 1984 óta, azóta működik ezen a néven a kórus. Amikor egy strasbourgi meghívásnak tettünk eleget, és a Schweitzer kötődik ehhez, meg az egész társulat, hogy olyan ökumenikus jellegű, ezért választottuk őt. Thank you.
Én 1977. októberre óta vagyok Óbudán a Főbölgői templomban, organistaként, karnagyként, és amellett megalakult 1996-ban a Szent Péter és Pál katolikus iskola, annak voltam vezetve, és 1991-től pedig 26 évig a kerületi zeneiskolának az igazgatója voltam. Az Árszakra Fesztivál keretében országszerte 9 napon át várták programok a kultúra kedvelőit. Fényjátékok címmel nyílt kiállítása a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériáján, amely Törteli Helga képzőművész üvegből készült alkotásait mutatja be. A tárlaton ólomüveg, valamint Tiffany technikával készített művek láthatók, melyeket a francia templomok egyedi ablakai ihlettek. Az alkotó előszeretettel készít továbbá üvegékszereket is, melyek közül a tárlat keretében néhány darabot szintén megtekinthettek az érdeklődők. Üvegalkotásokból nyílt kiállítása a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériáján. A fényjátékok címet viselő tárlat Törteli Helga képzőművész rajzpedagógus munkáit mutatja be. Az alkotó több mint 20 éve foglalkozik üvegfestéssel, és mint elárulta, nagy hatással voltak rá a francia templomok egyedi színes ablakai, melyeket még korábbi utazásai során látott. Liszt Ferenc vegyeskar tagjaként Franciaországban vendégszerepeltünk, és ott a gótikus templomokban ezek a csodálatos üvegablakok annyira megragadtak, hogy elhatároztam, hogy én is ezzel szeretnék foglalkozni. Elsősorban pedagógusnak tartom magam, tanárnak, rajztanárnak, művésztanárnak, mert bármit is tanultam, akár az üveget, akár más művészeti területeken kalandozva, mindig az jutott róla eszembe, hogy ezt hogyan tudom a gyerekeknek továbbadni, és ez a mai napig tart. Természetesen szakkörön és nyári művészeti táborban nem feledkezem meg, hogy az üveggel kapcsolatos ismereteket is átadjam nekik. Az alkotó mesekönyv illusztrációkat és CD borítókat is készít, de a művelődési ház órája is Törteli Helga műve. Előszeretettel dolgozik továbbá üvegékszereken is, amelyek a tárlat keretében szintén bemutatásra kerültek. Amint azt a képzőművész elmondta, az alkotások többségét jellemzően kétféle technikával készíti. Legfőképpen két technikai vonalat említenék meg, az úgynevezett ólomüveg technikát, ez a régi hagyományos technika elindulva ugye a gótikából. Itt az üvegek le vannak milliméter pontosan vágva, festve vannak és ólomsínbe vannak foglalva. Így készülnek a templomokban ezek a nagyon szép üvegablakok a mai napig is. A másik pedig az úgynevezett Tiffany technika, amikor egy kicsit könnyedebb formákat tudunk létrehozni, nem ólomsínbe vannak, hanem részszalagba foglalva, és úgy vannak összeforrasztva az üvegek. Így készülnek lámpák és dísztárgyak. Én mind a kettőt szoktam használni.
illetve üvegrogyasztással is foglalkozom, így készülnek az ékszerek. Az üvegfestés és az ólomüveg készítés az egy ilyen igazi férfias munka. Ugye itt csiszolni kell, vágni kell, ólomsint hajlítani kell tudni, és ezt mind nagyon pontosan, ide egy pici fizikai erő is szükséges, úgyhogy ilyenkor erősödöm én is, amikor ólomsint hajlítok. A többi könnyedebb, szórakoztatóbb, pihentető feladat. Törteli Helga gyakran fest olyan képeket, amelyek a természetet ábrázolják, mint elárulta, az egyik legkedvesebb alkotása a Vadászat című mű. Az egyik legkedvesebb alkotásom a Vadászat. Igyekeztem azokat a színeket beleképzelni, beleláttatni, amit az erdőben járva is megfigyelhetünk, ahogy a fény átsüt a lombokon, és egyes erdőrészleteket megvilágít, másokat pedig titokzatos homályba taszít. Nagyon szeretek természeti képeket elkészíteni, virágokat, növényeket, a vízi világot is nagyon szeretem ábrázolni, és azt hiszem, hogy ez így megadatott nekem, hogy ezeket meg is csináljam, el is készítsem. A kiállítás a Fényjátékok címet kapta, amellyel az alkotó arra utal, hogy egy-egy üvegképnek akár a színe és a forma világa is megváltozhat a fény hatására. Egészen mást mutat az üveg, amikor szemből tekintünk rá, és egészen más képet tud adni, akár színben, akár formailag, hogyha áttör rajta a fény. Én ezt szeretném bemutatni, hogy milyen csodálatos az, hogy egy képben több látványt is megfogalmazhatunk ezzel az üvegjátékkal, fényjátékkal. Én úgy gondolom, hogy az üvegvilága, ez egy csodaszép színes világ. Nekem mindig mosolyt csal az arcomra, és remélem mindenkinek, aki eljön, vagy megnézegeti ezeket a képeket, akár Facebookon, vagy más területeken találkozik vele, nem feltétlen az én alkotásaimmal csak. Nézzék meg, feledkezzenek bele, keressenek szép és érdekes részleteket. Én is mindig elrejtek egy-egy ilyen kis huncut, vicces részletet a képeimben, és nagyon örülök, amikor valaki felfedezi, hogy az, jaj, az nem, miért van ott, nem is való oda, de én tudom, hogy ezzel egy picit így kimozdítom a képet a komolyságából. A kiállítás Rassler György grafikus művész nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, a tárlaton szereplő alkotások színei, árnyalatai és történetei a lángolást és a ragyogást közvetítik, azonban rajtunk is múlik, hogy észrevesszük-e azt. Az üveg sajátja, hogy átjárja a fény, hogy megfelelő megvilágítás esetén tűzszerű izzásba kezdjen. Az, hogy ez hol észlelhető, hogy megtaláljuk azokat a nézőpontokat, már rajtunk is múlik. Persze ez még mindig csak az izzás. A tűz, a lángolás akkor következik be, amikor ezek az izzó színek összeállnak ívekké, lángnyelvekké, alakokká és történetet mesélnek. Ezeket a történeteket meséli el nekünk Helga tehetséggel és szakmai rátermettséggel. Ezek azok a vele született és megszerzett képességek, amelyeknek segítségével, az izzó színeivel a történetek felköltöznek a falakra, majd a rajta megtörő fény által elfoglalják háromdimenziós terünket. Három dimenzió, igen. Az üveg által megfestett fény bejárja légterünket, és ott apró porszemeken lovagolva egyeseknek éteri, másoknak szakrális hatást keltve színesítik életterünket. Így költöznek be a hétköznapi hangulatok és a régi bibliai témák a 21. századi aktuális világunkba. A megnyitón a Tóthné Mózer Anna Mária által vezetett Rotunda ének együttes működött közre.
A tárlatot a Vigyázó Sándor Művelődési Központ nyitvatartási idejében október 15-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Szeptemberben megkezdődött a havonta jelentkező Jazzpresso koncertsorozat új évada. A szezont a nemzetközi szinten is jegyzett Bágyi Balázs New Quartet nyitotta meg a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az alapításának 10. évfordulóját ünneplő formáció legújabb lemezének anyagával, korábbi szerzeményeivel, valamint jazztenderdekkel szórakoztatta a 17. kerületi közönséget. A Bágyi Balázs New Quartet fellépése indította el a havonta jelentkező koncertsorozat a Jazzpresso új évadát. Az alapításának 10. évfordulóját ünneplő formáció nem először játszik Rákos mentén, ugyanis egy évtizeddel ezelőtt éppen ugyanezen a színpadon adta a legelső koncertjét. Azóta azonban nagy utat járt be a formáció, hiszen számos európai jazzfesztiválon, de az USA-ban és Kínában is többször adtak már koncertet. Innen indult a zenekar, itt a Vigyázóban volt a Jazzpresso-ban az első fellépésünk, és most ezt megünneplendő vagyunk itt ismét. Hát nagy utat jártunk be, mert rengeteget mentünk közbe külföldre, Covid előtt rendszeresen jártunk Kínába, évekig volt olyan év, hogy kétszer is voltunk. Aztán voltunk Jordániában, Amman Jazz Fesztiválon, bejártuk az egész dél-európai régiót, Nyugat-Európában is rengeteget koncertezünk és rendszeresen. Tavalyi turnén eljutottunk Párizsba és Brüsszelbe is. Aztán az idén tavasszal volt egy nagyszabású lengyelországi turnénk, aminek nagyon örültünk, és most október elején pedig Erdélybe és Bukarestbe is készülünk. A szószó Lakatos Sándor szaxofon, Olá Dezső zongora, Olá Péter bőgő és Bágyi Balázs dobok által alkotott kvartett az est első felében az új Dekét című albumuk dalaival szórakoztatta a közönséget. Ez nem egy konceptalbum, mint az ezt megelőzőek, tehát nem egy egységes koncepció köré fűződött, vagy rajzolódnak ki a dalok, hanem ezek önmagukban, tehát egymástól független számok, és akkor próbáltunk egy viszonylag hallgatható track sorrendet kitalálni az albumra. Tehát a különböző karakterek jelennek meg, vannak swinges dalok, van bossanovás, van ballada, van szabadzene picit, van ilyen etnos dolog, változatos nagyon. Különböző életkorú tagok vannak jelen a formációban. Legrégebb óta Olá Péterrel zenélek, vele 27 éve vagyunk egy ritmus szekció, és gyakorlatilag a New Quartetbe a Dezső jött előbb, ő 10 éve van a kezdetek óta, őt előtte nem ismertem, az időtájt ismertem meg, és kértem föl, hogy jöjjön ebbe az együttesbe, és eredetileg Ávéd János szaxofonossal kezdtünk, ő 3 évig volt, és utána lett Szoszó Lakatos Sándor, aki jelenleg is ezen a poszton van, tehát ez egy nagyon fix és állandó felállás, és azóta így együtt. Bágyi Balázs 10 évig a Magyar Jazz Szövetség elnöke volt, mint elárulta, nagyon sok a kiváló jazzzenész Magyarországon, de a hazai jazz oktatásnak hála, igazán tehetségesek a fiatal feltörekvő muzsikusok is. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok tehetséges muzsikus van. Picit kevesebb olyan formáció, ami valódi műhely munkát végezne, és a nemzetközi kitekintésben is elég jól állunk, tehát szerintem elismertek a magyar zenészek, és én azt gondolom, hogy jobban meg kéne őket becsülni, mind a közönség részéről, mind pedig a kultúrpolitika részéről, mert bizony
nagyon, nagyon jót tesz az ország imázsnak, a magyar jazzzenészeknek a működése. Nagyon sok fiatal van, hála a jazz oktatás több mint 50 évének itt Magyarországon. Sokan jól játszanak, sokkal korábban. Nyilván nekik több lehetőségük van a mai internetes korban hozzájutni információkhoz, oktatóanyagokhoz, mint mondjuk annó nekünk volt a 90-es években. Tehát hamarabb beérnek a fiatalok. Nincsenek könnyű helyzetben, mert olyan média zaj van ma körülöttünk, különösen a social media felületekre gondolok, hogy abból kiemelkedni, vagy onnan kitűnni, az nagyon nehéz. Tehát marketingelni egy fiatal együttest, vagy éppen brandet építeni, az fokozottan nehezebb, mint régebben. Viszont gyorsabban lehet haladni a zenei tanulmányokban. A koncert második részében a formáció korábbi szerzeményeit mutatta be, valamint Gyárfás István gitárművésszel kiegészülve néhány jazz standardet is megszólaltatott. Ott írt nekem a Balázs a napokban, hogy hát itt játszunk, hát figyelj, nincs kedved elhozni a gitárt és beszállni hozzánk egy-két dalra. Hát de van, hogy ne lenne, hát szeretlek benneteket, szeretem a zenéteket, a presszó úgyis hazai pálya nekem, itt elviselik azt, hogyha egy dalra feljövök. Úgyhogy ez egyből adja magát, az a közös játék egy kicsit olyan, mint a közös beszélgetés, van mondani valónk. A Jazzpresso házigazdája elmondta, szervezőtársaival több szempontot is figyelembe vesznek az évad tervezésekor. Fontosnak tartják többek között, hogy lehetőséget biztosítsanak a 17. kerületi kötődésű együtteseknek, ám a közönség véleményét is kikérik. Tulajdonképpen minden szezont úgy szoktunk összeállítani, van egy-két rendező elv, hogy lehetőséget biztosítsunk, ha lehet egy kerületi csapatnak, akkor szempont szokott lenni, ha van rá mód, akkor legyen egy fiatal zenekar, akik mondjuk, mit tudom én, vagy az év fiatal zenésze, vagy junior prima díjas, vagy valami ilyesmi díjjal jutalmazott, tehát mindenképp kiemelkedő fiatalokról van szó, és aztán hát, akik még hangszer szempontjából számításba jöhetnek, mondjuk nyilván én preferálom a gitáros együtteseket, de mivel nem én döntök elsősorban, hanem még a közönséget is megkérdeztük, tehát volt itt, hogy körbe ment egy kérdőív, egy kis papírocska, és akkor például volt egy olyan szempont, hogy jó lenne, hogyha minden idényben egy énekes nő bemutatkozna. Most is így lett összeállítva a műsor. A program október 8-án folytatódik, amely alkalommal az Enyedi Sugárka Jazzet zenél majd a műfaj 17. kerületi kedvelőinek. Ennyi volt már a Kaleidoszkóp, a Rákosmente Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is, viszontlátásra!